Sziasztok! Érkezett egy új autónk, egy 96-os, 406-os Peugeot, 1.6-os benzines motorral szerelve az autó. Láthatjátok, hogy azért nem mai darab. 260 ezer kilométer van benne, egy szedánról beszélünk. A tetején van egy kis lakhiba, ennél a sárvédőnél egy kisebb rozsdafolt, de amúgy a kaszni még teljesen küszöbök, zajjal, futómű, minden rendben van igazából. Ugye itt látható még itt a csomagtérajtón is ugyanúgy a lakhiba. Hátul vonóhorgos, ugye elég jól pakolható ez az autó. Belül nincs túl extrázva, hát egyértelműen egy 96-os autóról beszélünk. De az ülések szépek benne, a kárpit nem lóg. Hát látszik, hogy ki van takarítva, ugye odafigyeltek rá. Ellen ugye van két elektromos ablakunk. Az ülésen itt már 8 éve ülésvédő van, és látszik, hogy tényleg odafigyeltek, hogy ne üljék ki az ülés, ne koszolják össze. Nincs túl extrázva, ahogy mondtam, egy szervó kormányunk van, egy CD-s rádiónk, egy manuális klímánk, egy 5-ös váltónk, és igazából itt kimerül a extráknak a sora. De a gyári alufelnik megvannak hozzá, az autó napi használatra tökéletesen alkalmas, 25-6. Műszak is, úgyhogy aki egy ilyen kisebb értékű autót keres, szerintem nem kell tovább keresni, el kell jönni hozzánk, és gyorsan le kell el csapni, hiszen nem lesz nálunk sokáig. Úgyhogy ha tetszik nektek, gyertek el hozzánk, nézzétek meg, és vigyétek haza. Sziasztok!